kicsit nosztalgiázom most, ugyanis bácskai rizses húst készítek. Egész gyerekkoromban, meg fiatal felnőtt koromban is mindig néztem csak bután, amikor a menzán kiírták, hogy bácskai rizseshús, boldogan szaladtam, és akkor kaptam valami rizsben 3 pici kocka sertéshús. Hát én a Bácskában nőttem fel, és nálunk a bácskai rizseshús az egy hosszú lével főzött csirkepaprikás volt, amiben, amikor már majdnem megfőtt a csirke, anyu beletette a megfelelő mennyiségű rizst, befette az edényt, a legalacsonyabb lángra tette a gáztűzhelyet, és hagyta, hogy az összes szaftot felszívja a rizs. Ez olyan finom volt, hogy az elmondhatatlan. Szóval köszönő viszonyban sem volt azzal, amit kaptunk a menzán. Viszont volt még egy rizses étel, az pedig hasonlóan készül, mint a csirkepaprikás, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy kis csirkéből főzök egy alapot, nem teszem bele mindjárt a paprikát az elején, hanem ketté választom, az egyik feléből elkészítem ezt a zöldséges, rizses, ragús csirkét, a másikból pedig ezt a paprikás bácskai rizses húst. Nagyon egyszerű, felszeleteljük a hagymát minél apróbbra, ugye, mert a fiatal kis csirke az pillanatok alatt megfőbb. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gyors étel, és azt szeretnénk, hogyha addigra a hagyma is szétfőne, ezért nagyon apróra kell vágni. Az ilyen paprikásos ételeket mindig nagyon nagy lángon főzzük. Tehát nem a pörköltet, mert az általában öreg húsból van, hogy szépen lassan főzve jó sűrű szaftja legyen. A paprikásokat ugyanúgy, mint a közép-dunai halászlét, hosszú lével főzzük, sokkal hosszabb lével, és óriás nagy lángon, hogy végig nagyon forjon, mert akkor fog a húsból is minél több íz kifőni, és akkor fő szét a hagyma. Meg hát a paprika is akkor lesz egy ilyen kolloidszerű lé a vízzel. Csak egy fél hagymát teszek ehhez, mert nagyon kicsi a csirke, és nem szeretném, hogyha a hagyma eluralkodna rajta. A hagymával mindig azért óvatosan bánjunk, ha túl sokat teszünk, akkor nagyon édes lesz tőle a paprikás és a pörkölt. Nem kell túlzásba vinni. Nem egy hagymaszószt tennénk, na, hanem szeretnénk a hús ízét is érezni. Ilyenkor volt otthon régen tyúkzsír, ugye hát ez már nincs, úgyhogy egy kis olajon fogom megdinsztelni a hagymát. Egy kis sót teszek rá, hogy ne égjen, hanem minél hamarabb a hagymában lévő víz kifoljon, kihozza a só, és akkor inkább párolódik. A csirkét szép egyforma darabokra vágtam, tehát úgy, hogy a mellehúsát is körülbelül akkora darabra, mint a kis combja. A szárnyát is daraboltam, tehát így 4 combja lett a szárnya combjaival együtt. Az a lényeg, hogy körülbelül egyforma nagyságúak legyenek a húsdarabok, hogy ne az legyen, hogy az egyik darabnál lefő már a hús a csontról, a másik meg még főhetne. Mivel gyorsan elkészül, ezért erre nagyon kell figyelni. Ez itt hadd dinsztelődjön, addig összevágom a zöldséget is. Az egyik felét azt zöldségesre készítem. Kicsit édeskésebb lesz, mint a paprikásos, mert a sárgarépa és a fehérrépa is sok cukrot tartalmaz, úgyhogy kicsit beédesíti a ragút. Azért csak az egyik répát fogom belerakni. Ilyenkor nagyon figyeljünk, hogy nehogy fás legyen a fehérrépa, mert az elrontja az egész ételt. Közben megkeverem, nehogy megpiruljon. Nekem is nagyon kell rá figyelni, de tényleg figyeljenek, hogy a főzőkanalat ne hagyják benne főzés közben az ételbe, mert felszívja az összes ízt, és hát nem is egy gusztusos dolog. Egy nagyon pici szeller. Tényleg picit, mert most nem szeretnénk elvinni az ízét ebbe az irányba. Ez csak fűszer.
Ezt nagyon szerette főzni édesanyám, sőt a nagyapám kedvenc étere volt a paprikás, mindenféle kivitelben, utána bácskai rizses húsként is, mert a leggyorsabb dolog. Elkapták a csirkét, felbontották, ez 10 perc, föltették főni 35 perc, és már lehetett is ebédelni, és húsos étel a tetejébe, nagyon kevés időt vesz el. Szép üveges a hagyma. Most rátesszük a húst. És a húsokat is egy picit átpirítjuk. Addig kell csak linctelni a húst is így a hagymás zsiradékon, amíg egy kicsit ki nem fehéredik. Ide készítem a vizet, amivel felengedem. Gyönyörűen át dinszteltük a hagymás zsiradékon a csirkedarabokat, látják, így átfehérettek. Most semmi más dolgunk nincs, ide készítettem a vizet, mint felengedjük. Nem kell félni, hogy túl sokat teszünk, de annyi legyen rajta, annyi víz, hogy a húsokat ellepje, mert majd a rizs ugye fel fogja szívni az összes szaftot. Meg hát felezzük, hogy kétfélét is tudjak mutatni. Eredetileg nem teszünk bele se borsot, se fokhagymát. Én szoktam ízfokozónak egy fokhagymát tenni bele, úgyhogy még azt majd közben belecsempészem, de borsot soha nem teszünk a bácskába, se a paprikás ételekbe, se a bácskai rizses húsba. Úgyhogy ez most hat főjön, egy 20 percig, mert utána még főni fog a rizssel is, akkor majd elfelezem. Gyönyörűen fő, félig kész, úgyhogy picit lejjebb veszem a hőt alatta, és elfelezem, hogy két félénk legyen most. Próbálok ide is, oda is combokat is, mellét is rakni. Ha visszafort, ebből lesz a paprikás. Annyira finomra van őrölve a paprikánk, hogy az is sűrít. Ebbe pedig beleteszem a zöldségeket. Lehet, hogy egy picit pótolnom kell a folyadékot. Ha jól felforrt, a zöldség egy picit még kell, hogy főjön, akkor jöhet bele a rizs. Ugyanaz a szabály érvényes itt a rizs mennyiségre, mint a rizs főzésnél, tehát kétszer annyi folyadék, mint amennyi rizs. Ismernünk kell az edényünket. Én most, mivel feleztem, ez egy kicsit nehéz. Úgy látom, hogy ez egy jó nagy bögrényi lé a csirke körül, úgyhogy egy fél bögrényi rizst fogok rátenni. Erre egy picit kevesebbet, mert a zöldség ugye veszel a folyadékból. Amikor a zöldséget úgy látom, hogy kétharmadig megfőtt, akkor ráteszem erre is a rizst. Ezt jól elkeverem benne. Leveszem a hőmérsékletét, és hagyom főni. Ezt pedig ugye még egy picit főzöm a zöldségek miatt, és utána ugyanígy jön rá a rizs. Ezen már rajta van a rizs, úgyhogy ezt csak rázogatom óvatosan, és éppen, hogy csak fő, erre pedig jöhet rá a rizs. Befedem, és ezt is lejjebb veszem. Innen kezdve tényleg csak rázogatjuk, egy negyed órát főzzük, attól függ, ismerjük a rizst, hogy mennyi időt kíván. Utána elzárjuk alatta a tüzet, és befedve hagyjuk még 10 percig. A cél az, hogy úgy jól felszívja a finom szaftokat.